Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Az Én Magyarországon címmel indítottunk közéleti beszélgetés sorozatot a választási hétre időzítve. A mai vendégem ebben a sorozatban Beer Miklós katolikus püspök lesz. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntöm Beer Miklóst a stúdióban, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. És köszönöm a meghívást. Választási hét van. Milyen érzései vannak egy egyházi személynek ebben az időszakban, ezzel az egész társadalmi politikai eseménnyel kapcsolatban? Nagyon rosszul érzem magamat. Igen? Szóval ez az elvadult kampány, ez nagyon távol áll tőlem. Ezek az eldurvulások, ezek a tényleg egymást lejárató próbálkozások. Éppen vasárnap erről beszéltem a Nagymarosi templomban, hogy úgy szeretném, ha egyszer egy olyan világra ébrednék, ahol az emberek tisztelik egymást, nem bántják egymást, és tisztelik egymás véleményét. Hát szóval ez bánt engem, ugyanakkor meg úgy nagyon remélem, hogy talán tisztul egy kicsit a világ. Talán ez a borzalmas háború is fölébreszt bennünket, ugye a járvány nem ébresztett föl, sajnos. De akkor a háború miért ébresztne föl inkább? Hát hogy ennyire közel van hozzánk az élet és a halál kérdése. Szóval, hogy, és hát, hogy érthetőbb legyen, hogy ha ezt egy kicsit végig gondoljuk, hogy a veszekedő és egymás bántó megnyilatkozások, azok ide vezetnek. Nem szeretném, hogyha kegyelmes sértőnek találnám, amit mondok, de ugye több mint 40 ezer honfitársunk halálozott el a járványban. Én össztársadalmilag, nem egyénileg mondom, mert egyénileg valószínűleg volt gyászmunka, de össztársadalmilag én a megrendültségnek a nyomait sem vélem felfedezni. Azért mondtam az előbb ezt a mondatomat, hogy a járvány elején sokakkal együtt, barátaimmal, ahogy beszélgettünk, azt hittük, hogy egy kicsit megszelidülünk már ettől. És már a második hullámnál már láttam, hogy mindenki csak azt mondta, hogy majd ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Szóval nem változtunk meg. Mit gondol, ilyen típusú kiemelt krízis időszakokban nem volna-e sokkal több feladat az egyháznak? Tehát, hogy nem volna ilyenkor sokkal inkább lehetőség adott esetben vigaszt, megértést, szolidaritást gyakorolni úgy a kisközösségek felé, mint egyébként össztársadalmilag? Nem mulasztotta el az egyház, hogy az élére álljon a gyászmunka elvégzésének a pandémia időszakában? Talán egy kicsit mentegetem magunkat, hogy megdöbbentünk attól, hogy mi magunk zártuk be a templomokat. És akkor egy kicsit úgy megzavarodtunk, hogy hát most akkor ilyen húsvét, hogy nem lehetünk a templomba. És lassan-lassan kezdtünk aztán rátalálni a mise közvetítésekre, az online közvetítésekre, és akkor talán egy kicsit rádöbbentünk arra, hogy itt dolgunk van, éppen a gyászmunkában. Nem tudom, hogy ez elég volt-e. Ön szerint a társadalom tudatosan tolja el magától ezt a típusú gyászmunkát, és azért nem foglalkozik vele, az egyház sem, mert nem tud, mert az embereket nem érdekli, vagy pedig arról van szó, hogy azok a rítusok, gyakorlatok, amelyek az egyház eszköztárát képezik, azok nem biztos, hogy alkalmasak egy ilyen új típusú helyzetnek a kezelésére. Igen, tehát nagyon sokat gondolkoztam én is ezen, mivel nyugdíjas vagyok, hát ez egy kicsit ilyen szemtelen álláspont már a részemről, hogy én már ráérek. És én magam döbbentem meg attól, hogy amikor egy gyászhírt hallottam, én már el tudtam menni a családhoz beszélgetni, a temetési szertartás előtt is, vagy utána is. De látom, hogy a papjaink erre képtelenek, tehát agyon vannak hajszolva. A leterheltség miatt? A leterheltség miatt, de talán nem is jut eszükbe. Pedig ez egy nagyon fontos feladatunk lenne. Tehát köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon fontos.
reméljük, hogy meghallják az illetékesek is. Ugye Magyarországon egy nagyon furcsa apolitikusság jellemzi a katolikus egyházat, ami egy ilyen kettős dolog, mert miközben a felszínen azt kommunikálja magáról, hogy nincsen politikai preferenciája, és nem is kíván beleszólni a politika alakulásába, aközben nyilvánvalóan vastagon haszonélvezője a jelenlegi kurzusnak és azoknak a közpénzeknek, amelyeket kifejezetten akár oktatásra, akár szociális tevékenységre, bármilyen más tevékenységre, de megítél neki a kormányzat. Miért van egy ilyen furcsa kettőség ön szerint a magyar katolikus egyházban? Van egy nagyon vad példám, talán nem botránkozik meg ezen senki, a béka és a gázrezsón a víz. Aha. Ezt alól olvastam ezt a példát, hogyha egy forrásba levő fazékba beledobnak egy békát, az azzal a lendülettel már ki is ugrik. Igen. De ha egy langyos vízbe teszik be a békát, olyan jól érzi magát. És nem is veszi észre, hogy már talán forra víz. Én ezt a hasonlatot szoktam alkalmazni a mai egyházi helyzetünkre. Úgy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Úgy lassan-lassan, úgy tudomásul vettük, hogy a kormányzat preferálja a mi egyházi jelenlétünket, és hát mind a mai napig látjuk, hogy anyagilag nagyon nagy támogatást kapunk, szinte már arra is kapunk pénzt, amit nem kérünk. Szóval ez még inkább elaltatott bennünket. És ez nagyon-nagyon nagy veszély. Nem lenne, az egyháznak nem ez a dolga, hogy élvezze az állam támogatását, pátyolgatását. Tehát az egyház és az állam szétválasztásnak a kérdése most napjainkban nagyon időszerűvé vált. És sajnos erről nem beszélünk. És ez engem nagyon bánt. Bocsásson meg a profanitásért, de igazából ön hozta az analógiát, de ha jól értem a szavait, akkor arra a céloz egészen nyíltan, hogy így puhára lett főzve a magyar kormány által a katolikus egyház? Sajnos ezt látom, igen. Igen. Tehát nem tudom, hogy hallottak erről, hogy közelmúltban a Szemlélek blog készített egy fölmérést, egy közvéleménykutatást az egyház mai helyzetéről, az egyház és az állam kapcsolatáról. És sajnos a válaszokból ez a véleményem kapott megerősítést, hogy a templomba járó emberek, tehát a vallásokat fölvállaló emberek se látják ezt jó szemmel, hogy az egyház hallgat, nem szólal meg, amikor meg kellene szólalni. Például mikor? Tehát tulajdonképpen az első megdöbbentő élményem az a 2015-ös menekültválság ideje volt. Amikor jól emlékszem, hogy Rómából fölhívott egy kedves kolléga, és azt mondja, tényleg igaz, amiről a pápa beszél? Mondom, miről beszél a pápa? Azt mondja, hogy egyes európai országok nem akarnak befogadni menekülteket. Igen. És azt mondja, hogy csak nem ránk vonatkozik ez. Na most akkor éreztem egy olyan pontot, hogy mentek az események, és nem szólaltunk meg. Csak annyit kellett volna tenni, hogy igen, Ferenc pápa magatartása, felhívása nekünk irányt mutat. Ő a mi főnökünk. És ott egy nagyon nagy hallgatás volt. Ha már szóba hoztad itt a menekült válságot, ugye 2016-ban volt az úgynevezett kvóta referendum, amelyet a kormány írt ki, és akkoriban a heti válasz kérdést intézett egyházi vezetők irányába, hogy milyen választói magatartásra buzdítják a híveket, és ön ott kifejezetten a kormány álláspontjával egyező magatartást ajánlott. Azt mondta, idézem, hogy a népszavazás jelzés az unió vezetőinek, hogy így nem lehet megoldani a helyzetet, nevezetesen a kvótarendszer alkalmazásával. Ma is helytelenek tartja ezt az akkori álláspontját? Tehát ez egyáltalán ez a népszavazással kapcsolatban nekem akkor is és azóta is mindig egy olyan rossz érzésem van, hogy olyan kérdésekre kell választ adni, amire már tulajdonképpen fel van kínálva a válasz.
nehéz ott igazán vélemény nyilvánítani. Tehát a menekült válsággal kapcsolatban, ami hát mind a mai napig is jelen van a világunkban, most ugye a háború eseményei kicsit ugye háttérbe szorították ezt a kérdést, de amit Ferenc pápa kezdettől fogva mond, hogy ez az egész világot érintő probléma, és egy közös megoldást kéne találni, mert egy nagyon bonyolult helyzet. Nyilvánvaló a pápa is ezt mondja, hogy az egész világ felelős azért, hogy miért kell eljönni ők sokaknak a saját hazájukból, az éhezés miatt, a háborúk miatt, de hát ehhez meg kéne mozdulni. De a másik oldalon, akik már itt vannak, azokkal szemben tényleg szolidaritást kellene vállalni. Ez mind érthető, de azért mondjuk például a katolikus püspöki konferencia ilyen típusú érveket nem sorakoztatott fel, amikor volt a referendum szavazás. Sőt, hát kifejezetten Ferenc pápa álláspontjával szembe menve, többen mondom, még egyszer támogatták például ezt a kormányzati álláspontot a szavazás kapcsán. Utólagosan ezt hibának tartja? Igen, igen. Saját álláspontját is? És szégyellem magamat, mert ugye még akkor azokban az években még én is a püspöki kar tagja voltam. És voltak ebből belső viták? Hát, kisebb viták voltak. Igen. Ugye azért is érdekes ez, mert Ferenc pápával kapcsolatban elég erőteljes kettős beszéd jellemzi a jobboldali keresztény nyilvánosságot, konzervatív keresztény nyilvánosságot. Hát vannak, akik egyenesen vén demensnek nevezik, bocsássa meg, hogy idézem a konkrét jelzőket, amiket ráaggatnak. Ebből a szempontból nem kellene-e a katolikus egyháznak hát legalábbis jelzéseket küldeni arra vonatkozóan, hogy hát, ez azért már a blaszfémia határát súroló megnyilvánulás, egy magát egyébként katolikusnak apostrofáló közíró részéről, ugye Bayer Zsoltról van szó. Igen. Tehát akkor se szólaltunk meg, és ez nagyon, nagyon nagy szégyenünk. És hát ez körülbelül ez jelzi azt, amiről beszélgettünk, ugye, hogy hallgat az egyház, és hát most nyilván csak a katolikus egyház nevében mondom ezt, de azt hiszem, hogy a többiekre is többé-kevésbé igaz ez. Megkérdeztetem, hogy miért nem mert megtörni a csendet? Egy rosszul értelmezett lojalitás miatt, én csak így tudom értelmezni. Én nagyon imponálnak tartom ezt a nyíltságát, amivel most erről beszél, és én egyáltalán nem egrecíroztatni szeretném, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy erről egy picit többet, hogyha tudna mesélni a nyilvánosság számára. Miből fakad ez a lojalitás, és ön az akkori megítélése szerint mit árult volna el, ha ebben a lelkiismerete szerint kommunikál a nyilvánossággal? Tehát tulajdonképpen ez az anyagi függés, ami évek alatt úgy kialakult. Ugye az kétségtelen, hogy a egyház és az állam kapcsolatba kell, hogy legyen a közös feladatok ellátásába. Tehát a iskolák fenntartása, meg hát szociális tevékenységbe, ez természetes. És hogy az egyenlő finanszírozásnak a kérdése is, az világos. De amikor túlságosan sok anyagi támogatást kapott az egyházunk, akkor én ezt így éltem meg, és hát mind a mai napig így látom, hogy bólogatunk, megköszönjük, és mosolygunk hozzá. Tehát, ha jól értem, volt egy olyan belső konszenzus, hogy a hitelvek következetes képviseletével, akár a kormányzattal szemben, az anyagi biztonságát veszélyeztetni az egyház. Igen. Ezt sajnos így látom, és ez egy nagyon nagy baj. Beszéljünk egy picit általánosságban az apolitikusság kérdéséről, mert hogy azok az elvek, amelyeket az egyház követ, a szegények felkarolása és támogatása, a kirívó gazdagságnak az elutasítása, sőt számonkérése, ha arról van szó, a korrupció elítélése, a bármifajta földi java, a kiindokolatlan hajszolása. Szóval, hogy ezek olyan elvek, amelyeknek nyilvánvalóan politikai képviselet kell ahhoz, hogy a földi életben változás álljon be. Ehhez képest mondjuk a magyar katolikus egyház például nem támogatja a több kulcsos adó bevezetését, vagy mondjuk a lakhatás alkotmányos alapjoggal ként való elismerését. Az ön megítélése szerint is, nem csak a mostani kormányzatról beszélek, úgy általánosabban véve is, mi az oka ennek a szélsőségesen depolitizált attitűdnek, ami, mondom még egyszer, az én feltételezésem szerint egyébként azt is
gátolja vagy hátráltatja, hogy az egyház a saját hitelveinek a földi életben érvényt tudjon szerezni. Igen. Tehát ez tényleg nem csak az utolsó évtizedekre vonatkozik, hanem hát tulajdonképpen, ha visszamegyünk a rendszerváltás idejére, nem voltunk felkészülve, nem tanultuk meg azt a viselkedési kultúrát, aha, amit egy független országba kellene az egyháznak betölteni. Ugye a kommunista diktatúra évei alatt nem szólalhattunk meg. És váratlanul ért bennünket a rendszerváltás, és én csak így tudom fogalmazni, hogy nem tanultuk meg, hogy az egyháznak függetleníteni kell magát a mindenkori kormányzattól, de kötelessége, prófétai küldetése, hogy megszólaljon. Tehát most csak megint csak tanulnunk kellene a Ferenc pápától, aki amikor hát Róma püspöke lett, talán az első nyilatkozataiban is azt mondta, hogy én a szegények egyházát szeretném, a szegény egyházként. Hm. És ezen ugye sokan fölkapták a fejüket, hogy hát mi ez, ezt mondja Rómába, ott a Vatikán gazdagságának a közepén. Na de a magatartása és a viselkedése tükrözi ezt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Na most olyan jó lenne, és olyan fontos lenne, hogyha ezt mi is sokkal nagyobb hangsúllyal képviselnénk. De feltétlenül ez az kellene, hogy a hívek egyrészt megfelelő létszámmal rendelkezésre álljanak, másrészt anyagi elköteleződés is váljanak az egyház fenntartásáért. Ez kimondható, hogy egész egyszerűen Magyarországon nincs olyan számú híve a katolikus egyháznak, akik anyagilag képesek lennének az államtól való függetlenségét garantálni az egyháznak. Leszoktak erről, aha, mert talán még nem mondanám azt, hogy már annyira elfogytak a híveink, hogy ne tudnák eltartani a papjaikat. Tehát éppen az előbb idézett fölmérésből jön ez elő, hogy a templomba járó híveinknek egy egész kis töredéket támogatja anyagilag az egyházat. És megnyugtatják magukat, hogy hát az állam úgyis támogatja az egyházakat, ez már nem a mi dolgunk. És ez megint a béka példámnak az igazolása, hogy olyan kényelmesen jönnek a mi híveink a templomba, örülnek, hogy szépen tataroztatta az állam a templomot, nekünk már semmi dolgunk nincs. És hát nehéz lesz ide visszajutni és visszamenni, na de éppen ez hitelesítené a mi egyházunk társadalmi jelenlétét. Hodász András valószínűleg generációnak a legnagyobb hatású magyarországi egyházi személyiség. Én csináltam el egy interjút, amelyben szerintem nagyon megkapó őszintességgel, nyíltsággal beszélt arról, hogy milyen súlyos veszély a papi életben. Az elmagányosodás kérdése, a társadalomság kérdése, most nem csak olyan értelemben, hogy nincsen lehetőség nővel vagy férfival adott esetben összekötni az életét, hanem életlen ez a társadalomság, ami kifejezetten elmagányosítja nagyon sokakat, akik egyházi szolgálatot vállalnak. Hát illetve a kiégés kérdését is ő tematizálta talán elsőként. Ön mit gondol ezekről a kihívásokról? A legnagyobb problémát abban látom, hogy nem beszélünk őszintén erről. Tehát még Váci püspök voltam, ez 16 évet ölelt át, az alatt, az idő alatt az egyházmegye papságának a létszáma egy negyedével csökkent. 200-zal kezdtük 2003-ba, és amikor nyugdíjba mentem, már nem volt 150 papunk. Tehát ez az egyik. Nincs utánpótlásunk. És ebből az következik, hogy az egyházközségek ugyanúgy igényelnék a papot, mint korábban, na de ha nincs pap, akkor összevonunk hát pláne falusi plébániákat, és 4-5 falut kap egy pap. Hát mit csinálod egyedül? Tehát ez tényleg egy nagyon nagy kiszolgáltatottság, és amiről Hodász András tényleg őszintén beszél, a kiégésnek, az elmagányosodásnak a nagyon nagy veszélye ez. A bajt ebben látom, ahogy az előbb mondtam, hogy nem beszélünk erről őszintén. Most a napokban az egyik püspök barátommal beszélgettünk, és ő vetett föl egy nagyon érdekes gondolatot. Ő is hát panaszolta, hogy hát nincs papjuk, és hát ezt már tovább nem lehet csinálni, hogy na még egy falut, még egy kisvárost odaadunk ugyanannak, igen, az embernek, hogy gyakorlatilag
csak rohangál, csak misézik, meg talán még a temetési szertartást elvállalja. És ő mondja ezt, hogy tulajdonképpen minden kis közösségbe, minden kis faluba csak van egy olyan értelmes ember, egy nyugdíjas pedagógus, vagy ő például ezt mondta, egy nyugdíjas kultúros, vagy egy nyugdíjas orvos, akit meg lehetne kérni, hogy tartson vallásos programokat, szervezzen bibliaórát, vagy egyáltalán a hitünkről való komoly felnőtt beszélgetéseket. Az az én álláspontom, vagy véleményem, hát már többször elmondtam, hogy a következő lépés az lenne, hogy ezeket a hiteles, tényleg hitük szerint élő embereket miért ne lehetne pappá szentelni. Tehát a kötelező papi nőtlenségnek a kérdéséről is olyan jó lenne őszintén beszélni. Én így szoktam föltenni a kérdést, hogy ez a szép hagyomány, mert tényleg egy nagyon értékes, szép hagyomány a katolikus egyházunknak, de hogy ez a fontosabb-e, vagy pedig a közösségeinknek az élete? Hodász András ugye nem olyan régen befejezte az online működését, ugye nagy hatású, hát ha fogalmazhatok így, influencere volt az egyháznak, úgy az Instagramon, mint a YouTube-on egyébként nagyon nagy részben követték őt, akár fiatalabbak is, tehát az a helyzet állt elő, hogy valószínűleg el tudott érni olyan rétegeket, aki nem biztos egyébként, hogy hívők, az se biztos, hogy templomba járó emberek, de valamiért tudtak hallgatni rá, valamilyen módon orientált őket. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen tevékenység az csak áldásos tud lenni a katolikus egyház részére. De nem tényleg úgy, hogy különösebben kapott volna támogatást ebben. Nagyon sajnálom, hogy abba hagyta ezt a papi frankót. Igen. Igen. Őszintén ez vesztesége az egyháznak? Biztos, biztos. Beszélt vele erről? Hogyan fogadta ezt a hírt akkor? Hát nagyon sajnáltam. És nagyon tényleg drukkolok érte, hogy ezt a csalódást túl tudja élni. És azért találjon más módot, hogy megszólíthassa az embereket. Na de itt megint kapcsolódnék Ferenc pápához, akit sokszor idézek. Ő is van Instagramon. Hát nem tudom. Hogy az egyik első megnyilatkozása ez volt, hogy nem halljátok, hogy Jézus kopogtat a templom ajtón, de belülről, hogy lépjetek már ki, hogy és most megint nyugdíjasként tapasztalom, hogy mekkora igények lenne az embereknek az őszinte szóra, a beszélgetése, a hit útján Isten kereső emberek részéről. És hát ezt meg kellene találni, tehát van erre lehetőségünk. Ugye Hodász András arra hivatkozott, hogy az online gyűlölet hullám, ami a véleményjelenítását kísérte, az volt számára már elviselhetetlen. Kifejezetten egyébként nem is a ateista vagy liberális véleményformálóktól, mert ők igazából üdvözölték őt, hanem kifejezetten a magukat jobboldali kereszténynek valló véleményformálók részéről. Egy rövid idézettel készültem, így szól az idézet. Ha jól sejtem, akkor a katolikus papoknak továbbra sem szabad nősülni, de a homokosok akkor minden oké? És ha kiskorú lesz a szerelmük, az a legjobb? Ha egy éves, akkor el kell ájulnunk a megtiszteltetéstől? Talán ezekről kellene mondanod valamit ott a papi frankon, ha már egyszer celebplébános lettél. Ugyanis ha ezekről nincs mondandód, akkor bizony csak az antidepresszánsok maradnak. Az ön megítélése szerint ez még elfér a vélemény kategóriájába? Ettől is nagyon szenvedek. Tehát egyáltalán ez a, hát a Facebook megnyilatkozás szindróma, vagy nem tudom, hogy mondjam, az arctalan kommentek nagyon tudnak bántani. Hát én is kaptam jó pár ilyet. Ez kicsit tükrözi a társadalmunknak az állapotát. Szóval itt nagyon nagy baj van, megint csak az őszinte beszéd és a párbeszéd kultúrája vonatkozásába. Ez már nem fér bele. És akkor miért nem vállaltak többen szolidaritást Hodász atyával? Ezt nem tudom, annyira nem ismerem az ő hát baráti körét, de sajnáltam, hogy végül is eljutott erre a pontra, hogy nem tudta tovább vállalni. Ön sem állt ki igazából, hogyha jól láttam, nem volt erről a nyilvánosságban lehetőség eddig megnyilvánulni. Hát röstelem, hogy nem szóltam neki.
Na, igen. De szolidaritását fejezi ki irányba? Hogyne, mindenképpen. Hogyan és meddig tartató fönt ön szerint az a kettős beszéd, ami a mostani, magát mondom, konzervatív kereszténynek tételező kurzus tart fönt? Tehát, hogy ugye, hogyha van értelme a kereszténységnek, akkor azt gondolom, hogy azért az mégiscsak az lenne, hogy ez egy ilyen nagyon egységes, erkölcsi és hitéleti elveket tartalmazó tanegyüttes, ami nem egy ilyen, hogy mondjam én, nem egy ilyen szelektív dolog, hogy az ember, ami tetszik neki, azt betartja, amire nem, azt meg elkezdi kisöpörni a padlásról. Tehát itt azért mégiscsak azt lehet látni, hogy Ferenc pápa, mint az egyház legfőbb vezetője, akit ráadásul ugye hát égi kinevezést élveztet ilyen szempontból isteni akaratnak a földi helytartója és letéteményese, tehát Ferenc pápa szemét abszolút nem megkérdőjelezik, és nem tartják irányadónak, sőt kifejezetten vannak olyan hangok is, amelyek azt mondják, hogy valami fajta ateista mozgalomnak lenne ő esetleg a hangja az egyházon belül, hodászatjával szemben ilyen típusú online zaklatást művel ugyanez a keresztény konzervatív kurzus, tehát hogy meddig lehet tartató fönn ön szerint az, hogy nagyon-nagyon fontos alapidentitás eleme a kormányzatnak az, hogy ők keresztény konzervatívak, de közben a kereszténységet hát nagyon-nagyon szelektíven alkalmazzák, ha egyáltalán. Én azt szoktam mondani, hogy felhigult ez a fogalom, a keresztény jelző. És néha hallok olyan megfogalmazást, hogy a keresztény kultúrörökség, igen. És akkor azt mondom, hogy rendben van. A műemlékeink, a zene, képzőművészet, építészet, hát ezek tényleg csodálatosak. De hogy ezt világosan elkülönítenénk a hitben élő embernek a Krisztust követő magatartásától. Még annak idején, amikor főiskolánkon tanítottam, egy ilyen megkülönböztetést olvastam, hogy felhasznált vallás vagy megélt hit. És ezt azt hiszem jó lenne most is egy kicsit úgy végig gondolni, hogy felhasznált vallás éppen az, amiről előbb beszéltünk, hogy ez tetszik nekem, ebből esetleg érdekem is van, és akkor én mondom, hát ilyen mi keresztények vagyunk. De amikor már valami nem tetszik, akkor már félretesszük. Svédasztalos keresztény. Hát svédasztalos, igen, igen. De a megélt hit az egész más. Uh-huh. Az nem harsány, az nem provokatív, és főleg nem kirekesztő, mert ugye ez is nagyon bánt, ugye amikor nem vallásos barátaimmal találkozom. Mert vannak ilyenek is, és szép számmal, és büszke is vagyok erre, hogy nem templomba járó barátaim vannak, akikkel nagyon jókat tudok beszélgetni. És ők ezt úgy szelíden, de azért mégiscsak megkérdezik, hogy ez hogy van. Amikor harsogja a tévé, rádió, a keresztény Magyarországot és a keresztény társadalmunkat. Ugyanakkor, és hát megint utalnék erre a közvéleménykutatásunkra, hogy nagyon gyöngén állunk. Tehát egy 10%-ra tehető a magukat katolikusnak nevező embereknek a száma, akik templomba járnak. És a magukat vallásosnak nevező is, szóval nem sokan vannak. Tehát a valóság az nem az, hogy mi keresztény Magyarország vagyunk. Meg például azt is sokszor előhozom, hogy hát vannak nekem zsidó barátaim, vagy most már muszlim barátaim is, meg hát a nem hívő emberekre gondolok, hát ők is magyar állampolgárok. Milyen alapon mondjuk mi az ő nevükben is, hogy ez keresztény Magyarország? Az ön megítélése szerint az elmúlt 12 év kormányzati tevékenysége, amely magát keresztény konzervatívnak tételezi, ártott vagy használt a kereszténység hazai megítélésének? Kontraproduktív. Kontraproduktív? Igen. Miben? Miért? Tehát éppen az, megint ezekben a beszélgetésekben tapasztalom azt, hogy ja, ha ez a kereszténység, akkor ebből nem kérünk. Tehát 12 év után kijelenthető, hogy a kormány tevékenysége több potenciális hívet idegenítette az egyháztól? Én úgy tapasztalom. Mint amit megnyerhetett volna neki? Igen. És ez nagyon fájó dolog.
És hát megint csak a látszat, hogy tényleg örülök neki, hogy szépek a templomaink. Na de hát most már nyugdíjasként, egy kicsit olyan Mátyás királyként bebenézek a templomainkba, és nagyon lehangoló. Egyre kevesebben vannak. Ahol egy ilyen Hodász András féle pap van, vagy tudom én, Pál Feri, ott tele van a templom. De nagyon kevés ilyen papunk van, akinek tényleg ilyen meggyőző stílusa van, hiteles. Fognak zárva vannak. Tehát én emlékszem kamaszkoromban a 2000-es évek elején lehetett szabadon bejárni a budapesti templomokba, mert nyitva voltak az ajtók. Azok a templomok, ahol én szerettem járni mondjuk akkoriban, nem azért, mert hívő lettem, hanem csak egyszerűen szerettem az élményt, azok most zárt ajtókkal várják a híveket, vagy nem is a híveket, de azokat, akik esetleg szívesen bemennének meditálni feltöltve. Ez is egy nagyon nagy baj. Tehát még amikor Vácon voltam, erre biztattam a papjainkat, hogy szervezzék meg. Tényleg nem lehet őrizetlenül nyitva hagyni a templomainkat, ezt elfogadom. Na de hát egy-egy órára valaki oda menne. Például a Nagymaroson ez nagyszerűen meg van szervezve. Reggel 7-től este 9-ig nyitva van a nagymarosi templom. És mindig van, hát egymás között megbeszélik, mindig van ott valaki. Ugye a legelején beszéltünk a menekültválságról és az orosz-ukrán háborúról is. A menekültválság kapcsán ön úgy fogalmazott, hogy elszalasztotta azt a helyzetet, nem megfelelően viselkedett a magyar egyház. Ehhez képest az ukrán-orosz háború kapcsán változott-e ez a magatartás? Az is kérdezem ezt, mert például Ferenc pápa rögtön elítélte az orosz agressziót, és erre teljesen kiállt az ukrán menekültek mellett, de akár a Vatikán államot képviselő Szentszéki bíboros is kiállt Ukrajna terület integritása mellett, és elítélte az orosz agressziót. Na most ehhez képest a Magyar Katolikus Egyház részéről Erdő Péter a mai napig, a mi tudásunk szerint nem nyilvánult meg ebben a kérdésben, de a püspöki konferencia is csak február 28-án, jó egy hónappal ezelőtt tett ki egy, hát nem túl kemény nyilatkozatot, amelyben aggodalmukat fejezték ki. Ön szerint előfordult, hogy most ugyanazt a hibát követi el az egyház, amit elkövetett már 2015-ben a menekültválság kapcsán? Hát remélem, hogy nem. Azért egy kicsit finomítanám ezt a mostani helyzetet, mert ez azért nagyon fontos volt, hogy a pápa felhívását azért a Magyar Katolikus Püspöki Kar is rögtön magáévá tette. Tehát akár éppen a böjti napot, az ima napokat, a felajánlást most éppen március 25-én. Ugye, és ez nagyon szép volt, hogy az orosz és az ukrán népér együtt imádkozni és felajánlani őket az Úristen irgalma szeretetébe. Tehát ennek azért örültem, hogy ilyen megnyilatkozás volt. Meg a menekültek befogadásánál is a katolikus karitász is rögtön megmozdult. Tehát ezek borzasztó fontosak, és semmiképpen nem akarom ellényegteleníteni őket. Igen. Én csak azt kérdezem, hogy Erdő Péter kiállását kielégítőnek tartja? Én azt hiszem, hogy a mostani megnyilatkozásai, igen, igen. Most én nem érzem, hogy most hibázott volna, vagy mulasztott volna. De hát hallgat. Hát, ezt nem tudom megítélni. Iványi Gáborik ellen zajlott le nem olyan régen egy hát eléggé ijesztő akció, amikor ugye is a NAV több felfegyverzett munkatársa szállta meg a Dankó utcai telephelyüket. Ugye ez egy régóta húzódó konfliktus Iványiék és a magyar állam között, hogy pontosan milyen módon vették el az ő egyházi státuszukat, hogy aztán ezt az egész vitát hogyan próbálják a különböző bíróságokon rendezni, hogy érvényt szerezzenek azoknak a bevételeknek, amelyek járnának nekik a karitatív, illetve szociális tevékenységük után. Most ebben nem menjünk bele hosszan, én csak azra vagyok kíváncsi, hogy hogyan értékelte ezt az akciót, amit Iványi Gáborik szenvedtek el. Hát ez most csak megint egy csepp volt a pohárban, már ugye az évek óta húzódik. Itt megint tulajdonképpen a legnagyobb hibát abban látom, hogy a mi katolikus egyházunk is tudomásul vette azt, és nem mondott véleményt arról, hogy a egyházi státusz kérdésébe a parlament dönthet. Uh-huh. Ez nem a parlamentnek az ügye.
Tehát itt az egy nagy hiba volt, hogy nem volt egyszerű nyilván az a helyzet, amikor hát tényleg megjelentek bizniszegyházak, hogy hol van a határ. Na de amikor már egyértelművé vált, hogy Iványi Gábor mit tesz, igen, akár a hajléktalanokért, akár a cigány kisebbségekért, főiskolája van, és hát én magam is többször vettem részt az ő programjaikon, és itt ez megint egy nagy hiba volt, hogy mi katolikus egyházként nem emeltünk szót, csak annyit kellett volna mondani, hogy na talán azért az Iványi Gábort rehabilitálni kellene. Elmulasztotta a püspöki konferencia a szolidaritás vállalást Iványi? Ezt elmulasztottuk. Tehát milyen alapon mondjuk azt, hogy vagy kérdőjelezzük meg az ő hitének az őszintességét? Járna neki az egyházi státusz az ön megítélése szerint? Biztos. És járna neki több szolidaritás azért a vegzatúráért, hogy elszenved most az államhatalomtól? Igen. Tehát ez is egy nagy gyöngeségünk, hogy rosszul értelmezett lojalitásból hallgatunk. Püspök úr, kérem, hogy ne vegye tiszteletlenségnek, de hogyha a kvázi sajátjaik felé sem gyakorolják azt a típusú szolidaritást, amely a krisztusi tanokból egyértelműen következne, akkor hogyan számítanak arra, hogy a magyar társadalom önöket irányutatónak tudja elfogadni erkölcsi kérdések, megítélése kapcsán? Nem sértődök meg ettől. Mert nem bántásba kérdezem, csak őszintén. Mert én is így érzem, hogy itt a hitelességünk múlik ezen. Ez nagy hiba. Nagy hiba. De felteszem, beszél a püspöki kar vezetőségével, vagy beszél azokkal a kollégáival, akikre egykor ott ült a klérusban, miért nincs több felszólás, miért van hallgatás, miért van csönd? Ezt nem értem. Hogy egymás között, ha négy szem között beszélgetünk, akkor igazat adnak. De amikor már nagyobb nyilvánosság előtt vagyunk, akkor már mindenki elhallgat. Szóval ez is jellemzi azt, hogy ez nem egy normális állapot. Nem. Ez nem egy szabad egyház. Tehát ez a függőség, ez megbénít. Ha már előkerült a püspöki konferencia, akkor egy kicsit, hogyha lehet, beszéljünk a belső erőviszonyokról, nem tudom, hogy mennyit szabad erről beszélnie, de legfeljebb nem válaszol a kérdésemre. Ugye azt úgy hírlik a híradásokból, hogy Erdő Péter nem föltétlenül ápol kifejezetten szívélyes viszonyt Orbán Viktorral, és ugye itt azt szokták magyarázatként befűzni, hogy a kötelező hitoktatást ő nem támogatta volna az iskolákban, mert attól félt, egyébként be is következett, hogy ezzel elmennek a diákok a templomokból és annak a környékéről, és emiatt volt egy különösebb konfliktusa, és egyébként maga a karnak a többi tagja inkább húzna a kormánypártokhoz, részben ez is magyarázza azt, hogy soha nem választották meg vezetőjévé a testületnek Erdő Pétert. Ez helyes leírása a belső hatalmi dinamikáknak? Konkrétan nem tudok ebbe nyilatkozni, de maga ez a kötelezően választható hittan, ez egy nagyon nagy hiba volt. És ez is körülbelül jelzi ezt a mi mostani állapotunkat, hogy jaj, hát hogy meg voltunk hatódva, hogy hát újra iskolába hittan lesz, és kötelezően, és föladtuk a jól működő plébániai hittan csoportjainkat. Ez egy nagyon nagy hiba volt, és a papjainkkal, ahogy beszélgetek, mindenki visszaigazolja ezt, hogy elvesztettük a gyerekek nagy részét. Ott vannak az iskolában, ha szerencséjük van, akkor jó hitoktatójuk van, ha nincs szerencséjük, akkor végig kínlódják, de már a templomig nem jutnak el. A szülők azt mondják, hát úgyis tanul hittant, már akkor ő teljesítette a keresztségkor tett ígéretét. Tehát elvesztettünk, és visszamentünk 50 évvel a háború előtti állapotra, hogy nem tanultunk ebből. Szóval ez megint egy nagy hibánk volt. Miért nem választották meg soha Erdő Pétert a püspöki konferencia elnökévé? Hát megválasztottuk. Igen? Persze. Tehát ő legalább két cikluson keresztül ő volt a püspöki kar elnöke.
Jó. Akkor menjünk tovább a NER-hez való viszonyával kapcsolatban. Ugye szociális kérdésében többször is szembe ment a kormány álláspontjával, leginkább egyébként a hajléktalanság kriminalizálásával kapcsolatos álláspontja volt az, ami hát szélesebb körben is szétszódott a nyilvánosságban. Mit gondol, volt ennek bármilyen érdemi hatása a kormány hajléktalansággal, hajléktalan emberekkel szembeni politikáját illetően? Hát úgy nem láttam ennek a hatását, nem tapasztaltam. Informálisan se kapott semmilyen visszajelzést? Nem. Ez úgy ad acta került ez a téma. Ugye azzal, hogy a közterekről ki vannak tiltva, úgy tűnt, hogy megvan oldva ez a kérdés. Ez is egy nagyon nagy feladatunk lenne, hogy erre nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Hát, hogy játszom a gondolattal, hogy létre kellett volna már hoznunk olyan otthonokat, ahol talán terápiás foglalkozással is lehetett volna őket fölemelni, segíteni. Hát van egy-két próbálkozásunk, mondjuk a Kaposvári Egyház megyébe van például ilyen, de elenyésző, sokkal többnek kellene lenni. Uh-huh. Ugye a korrupció az pápai tilalom alatt áll. Ezzel a kormányzattal szemben rendszeresen visszatérő vád az, hogy olyan típusú luxus életmódot folytattak, ami részben nem indokolható a bevételeik, a jogosan szerzett bevételeik kapcsán. Másrészt pedig az is, hogy hát olyan mértékben irányították át a közforrásokat magán érdekek körébe, ami hát példanélküli bizonyos szempontból a rendszerváltás utáni Magyarországon. Ez ügyben ön szerint lenne tennivalója a katolikus egyháznak? Lenne. Nagyon fontos lenne erről is világosan beszélni. Ami engem megdöbbent, hogy a társadalom nagy része ezt tudomásul veszi, hogy tényleg szemérmetlenül meggazdagodnak emberek. Uh-huh. És hát, hogy éppen napokban mondta valaki, ja hát ez így szokás, hogy azt a 10%-ot borítékba oda kapjuk. Egy vállalkozóval Igen. beszélgettem. Ez nagyon nagy baj. Tehát és itt tényleg a egyházunknak, egyházainknak nagy felelőssége lenne a tiszta közélet. De hát amikor a Szentírást mi olvassuk, hirdetjük, felolvassuk, hát akár az Ószövetségtől kezdve, Izaiás prófétától kezdve, hát Jézus szavain keresztül, hát milyen határozottan elítéli, visszautasítja a csalást, a jogtalan haszonszerzést. Emiatt is állt oda az ellenzék mellé abban az értelemben, hogy Márki-Zay Péter egyházpolitikai koncepciójának a kidolgozásában szerepet vállalt? Hát ennek azért részben magyarázata az, hogy Márki-Zay Pétert régóta ismerem, az én falumba, Zebegénybe szoktak nyaralni, onnan ismerem még őt, és hát tényleg úgy örültem, hogy végre van egy tényleg vallását gyakorló katolikus ember, aki fölmeri vállalni ezt a nagyon nehéz szerepet, hogy ő az ellenzék élére áll. És hát, hogy most a választás előtt szoktam egy már baráti körbenről beszélni, hogy most azért már nem olyan egyértelmű a dolog, hogy na, ez vallásos, tehát akkor a Fideszre szavaz. Hát most ő is vallásos. Hát most, akkor most hogy van ez? Uh-huh. Vagy a Szél Bernadett, vagy nem tudom, hát akárkik, akiket közelebbről ismerek. Tehát itt szóval van ennek magyarázata, hogy én amikor a miniszterelnök jelölt úr megkért, hogy egyházpolitikai kérdésekben mondjak véleményt, én ezt szívesen vállaltam. Jó.
Közben egyébként gyorsan korrigálnám magam, mert valóban helytelenül mondtam Erdő Péter tisztségét, valóban ő kétszer lett megválasztva a püspöki kar elnökeként, 2005 és 2015 között töltötte be ezt a funkciót, és 2016-ben azért sem folytathatta, mert pont az ő elnöksége alatt fogadták el azt, hogy egy elnök csak két cikluson keresztül töltheti be ezt a funkciót. A tévesztésért öntől is és a nézőktől is elnézést kérek. No, menjünk tovább egy kicsit a népszavazás kérdésére, mert hogy nem csak választás lesz országgyűlésen, hanem népszavazás is lesz, és 2016-ban ön képviselt egy álláspontot, hogy mit tartanak kívánatosnak, most arról úgy nyilatkozott, hogy a sajnálja már. A mostani úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás kapcsán milyen gondolatok vannak önben? Tulajdonképpen ugyanaz, mint ami általában is a népszavazásokkal kapcsolatban megfogalmazódott bennem, kialakult bennem vélemény, hogy ezek politikai célzatú rendezvények. Tehát egy értelmes ember nem szavazhat másként ezekre a kérdésekre. Na de inkább tényleg ez az igazi kérdés, hogy ez ma Magyarországon ilyen súlyos kérdés. Hát ugye Hodász Andrással erről szoktunk beszélgetni, és ez megint azt a nem őszinte, na, ezt nem tudom, hogy mondjam, szándékot tükrözi, hogy itt politikai véleményformálásról van szó inkább. Az ön megítélése szerint ugye nyilván a azonos neműek házasságát, illetve együttélését illetően világos az egyház álláspontja, de indokolta ön szerint az a típusú megkülönböztetés és az a típusú gyűlöletkampány, amely ezeket a polgártársainkat éri a kormányzat részéről? Nem, hát itt megint Ferenc pápára szoktam hivatkozni, és olyan jó, hogy hivatkozhatok rá, aki tényleg olyan krisztusi módon beszél. Amikor azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy én elítéljem őket. Ez egy nagyon súlyos teher az ő életükbe, és hát ezt is tudom mondani, hogy sokan megkerestek sírva. Milyen szexuális orientációjú emberek. És kértek tanácsot, bátorítást, és főleg, hogy hát ők hívő emberek, hogy ne rekesszük ki őket. És ne hát üldözzük őket. Tehát itt megint megtalálni az egyensúlyt. Igen, a párkapcsolatok az már nem olyan egyértelmű. Tehát az ő egyéni életük küszködését azt azért át kéne gondolni, és segítséget kéne nyújtani neki, ha mi tényleg keresztények vagyunk. Az egyház megítélése szerint a pedofil bűnelkövetők és az azonos nemű szerelemben élők azonos súlyú bűnt követnek el? Ez égésföld. Égésföld. Tehát az egyház érvei alapján nem lehet ezt igazolni? Nem. Az összemosást a két csoport között? Tehát ez is egy nagyon nagy veszély. Az egy felháborító, gyalázatos magatartás, és hát nagyon fájó, hogy a katolikus egyházunk is érintett ebben. És hát ez is fontos, hogy a Ferenc pápa is nagyon határozottan zéró toleranciát hirdetett, ez egyértelmű. De a melegeknek a helyzete az nem egyértelmű. Tehát itt tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez van ennek genetikai oka, vagy pedig a gyerekkori trauma, vagy a nevelés hiányossága. De egy tény, hogy ők ilyen adottsággal rendelkeznek. Szükségszerűen deviancia ez egyébként az egyház szempontjából? Nem tudom, hogy mi a jó, én is mindig keresem a szót, hogy meg ne bántsam őket. Valamiféle, hát inkább hiányosságnak mondanám. Nem merek mondani. Jó, mehetünk másfelé is. Jó, 2019-ben akkor még úgy nyilatkozott az Orbán kormány családpolitikájára, hogy egyenesen rajong érte, és nagyon érdekel, hogy igazából mi miatt váltott ez különben rajongást, hiszen például mondjuk az a családpolitika, amit ugye képviselnek, az kifejezetten a felső középosztálybeli magasabb jövedelmi családoknak kedvez, adó jóváírással, könnyített hitelekkel, és így tovább, míg mondjuk a kifejezetten alacsony jövedelmű, vagy bizonytalan jövedelmű családok
családok részére, hát lényegében nem biztosít semmit a kormányzat, ugye a családi pótlék mértéke az évtizedes viszonylatban változatlan, hosszan lehetne még sorolni, tehát mi miatt váltott ki mégis rajongást önből ez a típusú családpolitika? Tehát kezdetben ugye nagyon lelkesedtem, és tényleg az a, még a, hát nem tudom, 2000-2001, ugye, amikor még Esztergomban éltem, hát én nagyon lelkesedtem, és hát nem szégyellem bevallani, hogy az első békemenetekkel is elmentem. Igen? És hát nekem nagyon szimpatikus volt. De meggyőződésből, vagy politikai helyezkedésből? Meggyőződésből. Uh-huh. Meggyőződésből. Tehát nekem az nagyon, nagyon szimpatikus volt. Na most, tehát igazából ott döbbentem meg, hogy itt azért nem egészen adekvát a keresztény családvédelem és a politikai intézkedések ügye. És hát tényleg elsősorban ezt látom, hogy a középosztálybeli családok szinte mindent megkapnak, és a velük való találkozásnál sokszor hallom, hogy ilyen jó világ még sose volt Magyarországon, mint most, mondják ők. De amikor nógrádi falvakba járok, és látom azt a sok nyomorúságot, nem is beszélve a cigányságnak a helyzetéről, akkor azért úgy elgondolkozom, hogy itt vajon mi lehet az igazi magyarázat annak, hogy ez a kormány ilyen mértékű családtámogatási rendszert alakított ki. De az ő megítélése alapján ez nem pont a legkiszolgáltatottabbak helyzetét nem úgy nem rendezi, hanem érintetlenül hagyja? Igen, igen, igen. Tehát már... Akkor indokolt ez a rajongás egy katolikus püspök részéről? Tehát hogy... Hogy indokolta az a rajongás, amiről beszámolt 2019-ben a családpolitikai intézkedések irányába? Hát akkor így láttam. Így lettem, de most már egy kicsit, nem egy kicsit, nagyon árnyaltabb a véleményem. És hát egyszerűen nem marad már a szegény családok támogatására a anyagi forrás. És akkor zárásként sokat beszéltünk igazából most már a kormányzat keresztény konzervatív karakterének a hitelességéről, miközben ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos legitimációs bázis magának a kormányzatnak. Tehát nem csak belföldön, külföldön is egyébként nem csak hivatkoznak magukra keresztényként, hanem kifejezetten építik is azokat a típusú politikai és kulturális szövetségeket, amelyek ezt a hírüket erősítheti a nyilvánosságban. Éppen ezért kérdezem, hogy az ön megítélése szerint mennyiben farizeus a magyar kormány? Maradjunk abban, hogy ez politikai kereszténység, amit ők képviselnek. És ahogy az előbb mondtam, hogy egy-két kivételtől eltekintve, ez nem egy megélt hitű keresztény magatartás. Farizeus nem, magatartás? Hát tulajdonképpen farizeus. Ez a kormánynak nem lenne kötelessége ilyen vallási elköteleződésre. Minden állampolgárnak a meggyőződését tiszteletbe kell tartani. És akkor zárásként választási hét van. A sorozatnak, amiben elhívtuk, az a címe, hogy az én Magyarországom. Hogy néz ki Baer Miklós Magyarországa? Reménykedem. Reménykedem, hogy egy kicsit megbékülünk egymással, elfogadjuk egymás véleményét, egymás gondolkodását, megtanuljuk egymást tisztelni. Nagyon reménykedek benne. Püspök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen, minden jót önnek. Ez volt a beszélgetésem Baer Miklós püspök úrral. Hogyha esetleg a beszélgetés közepén vagy később csatlakoztál be, és nem a legelején, akkor hamarosan, amikor véget ér az élő közvetítés, vissza tudod nézni a teljes beszélgetést. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve bármilyen észrevételed, kérdésed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig az anyagi lehetőségét megteszik, akkor kérlek, hogy fizess elő a Partizánra, ezzel is támogatva a munkánkat. Ehhez a Patreonra kell ellátogatnod, a linket megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.